kiállítást rendezni nagy feladat és jelentős felelősség. Az alföldi állattenyésztés és mezőgazdanapokat megszervezni pedig évről évre egyre nagyobb kihívás, hiszen elvárja tőlünk a szakma, hogy egyre színvonalasabb kiállítást rendezzünk. Idén ez még nagyobb, az eddigiektől is nagyobb felelősséget rót ránk, hiszen az Agrárminisztérium ezen esztendőben a vásárhelyi kiállítást omiktás rendezvényévé nevezte ki. Több mint 500 kiállító van idén, és minden esztendőben 50-60 ezer közötti létszámban várunk látogatókat, és ennyien érkeznek a rendezvényre. Ezzel Magyarország legjelentősebb vidéki kiállításával nőtte ki magát a vásárhelyi rendezvény. A fiatalok körében is nagyon nagy az érdeklődés, és nagy örömre szolgál nekünk, hogy az idei esztendőben előre regisztrált módon, szervezett körülmények között 1761 diák érkezik kísérőikkel együtt, és ez szintén azt mutatja, hogy a fiatalság az ifjúság körében is jelentős érdeklődésre tart számot a vásárhelyi kiállítás. Hódműző Vásárhely számára ez a 26. alkalommal megrendezett esemény nem csak a városnak a legjelentősebb turisztikai eseményévé nőtte ki magát, hanem az egész közép-európai régiónak is a legjelentősebb állattenyésztés, illetve mezőgazdasági kiállítása. 2004 óta a gépek, szántóföldi gépeknek a kiállításával bővült a mezőgazdanapok, és immár tényleg elmondható, hogy minden szempontból nem csak szakmai, hanem még turisztikai látványosságá is kinőtte magát. Idén az Agrár Marketing Centrum, mely az OMIEK-nak hagyományosan a szervezője, az Agrárminisztériummal közösen azt a döntést hozta, hogy a fővárosi OMIEK-ot mind minőségében, mind pedig szakmaiságában kibővíti. Fővárosban a Hung Expo-n az idei évben az élelmiszeripar, a nemzetköziség, a szakmaiság fog nagyobb hangsúlyt kapni, és elkezdtünk az Agrárminisztériummal azon gondolkodni, hogy hogy tudnánk vidéki helyszínek bevonásával ezt a tevékenységet, ezt a munkát mind nivójában, mind minőségében növelni. Hódmezővásárhely fogalommá nőtte ki magát. Én azt gondolom, hogy a magyar agráriumnak, a magyar vidéknek a büszkeség ez a kiállítás, amely itt évről évre megrendezésre kerül. Több mint negyed évszázaddal ezelőtt elindult egy olyan folyamat, ami most már egy olyan programmá nőtte ki magát, ami európai szinten is emelt fővel vállalható. Egy olyan szakmai nívót hoz évről évre, amire mindannyian büszkék lehetünk. És az egy minden kezdeményezés, ami az agráriumot előre viszi, azt gondolom, hogy helyén való és támogatandó, különösen akkor, hogyha ez ilyen hosszú távon is képes sikeressé válni. Nem csak az agrárszakemberek a mezőgazdaság iránt elkötelezettek, hanem az érdeklődők is kiemelt rendezvényként tartják számon az alföldi állattenyésztési és mezőgazdasági napokat, amely ma 26. alkalommal nyitja meg kapuit. Érthető ez, hiszen a magyar vidék, a mezőgazdaság, és ezen belül az is az állattenyésztés ügye nem csak az agráriumban dolgozók számára fontos terület, mivel a sikerekben és kudarcokban társadalmunk minden tagja osztozik. Ezért is kiemelkedően fontos, hogy ez a rendezvény már hagyománnyá vált. Mára az alföldi állattenyésztési és mezőgazda napokra úgy tekintünk, mint egy kiváló lehetőségre, amely méltóképpen tükrözi a magyar agrárium innovatív jellegét és a hazai állattenyésztés állatállomány élvonalának aktuális képét.